azt mondta, hogy érdemes visszagondolnunk ezt a 2013-ra egy pillanatra, ugye? Igen, kicsit hasonló helyzet, mint 2013-ban volt, csak abban a szerencsés helyzetben van a buszos társadalom, hogy van már előtte egy 10 éves tapasztalattal rendelkező teherfuvarozásban szereplő réteg, aki már megismerte, kitesztelte, illetve stabilan használja a hazai használattal arányos útdíjrendszert. Annyiban más, hogy eddig ugye a buszok idő alapon kapták a autópálya használatot. Vették és a főút... a matricát. Így van, matricát kellett venniük, megvették egy évre, ugye praktikusan ezért is indul február 1-től, mert az éves matricák azok január 31-ig érvényesek. Eddig használták idő alapon, bármikor felmentek az autópályára, és nem kellett külön fizetni. Főutakon pedig nem kellett fizetni, ez változik február 1-től nem csak az autópályákon kell fizetni, hanem a főútvonalakon is az kell fizetni. Az egy és két számjegyű, illetve van a kis videóban megtanultam az ICL-nél. Igen, köszönjük szépen. Van egy-két-három számjegyű is, amely belekerül a fizetős rendszerbe, illetve most is benne van a fizetős rendszerben. Sok kérdés adódik, de a számosság az nagyon fontos, hogy most hányan toporognak, vagy hányan állnak most döntés előtt, hány ilyen gépjármű van? A nyilvántartások szerint a hazai autóbuszosok száma, akik 9 főnél több személyt tudnak szállítani, az egész pontosan 18.499 darab, illetve a külföldi autóbuszok, amik keresztül haladnak az országon. A buszos társadalom azon rétege, akik már jártak külföldön, illetve járnak külföldön, nem ismeretlen ez, mivel Európában mindenütt a 3,5 tonna felettiek közé sorolják őket, tehát ugyanúgy meg kell venniük a GoBoxot, illetve az egyéb kollektet, az olyan eszközöket, amivel föl tudnak menni az autópályára. Ez most Magyarországon lesz újdonság, tehát ugye tranzitforgalomnak sem lesz ez egy akkora újdonság. A hazai fuvarozóknak, akik még nem jártak buszos fuvarozók, azoknak ez egy teljesen új világ. Miért pont most? Azt lehet tudni egyébként a döntéshozók erről mondtak valamit, hogy 10 év után miért pont most lett Magyarországon izgalmas vagy érdekes, hogy ez a dolog a buszokra is vonatkozzon? Erről nincs információnk. Ez ugye augusztus 25-én tette közzé az Építési és Közlekedési Minisztérium, hogy hogyan változik ez a szabályozás, ez egy társadalmi párbeszédem volt, amelynek a vége az lett, hogy bevezetésre kerül. Mi már akkor augusztusban elkezdtük a kommunikációt, elkezdtünk foglalkozni vele, hogy legyen bőségesen idő a felkészülés. Ugye 2013-ban 2,5 hónap volt arra, hogy felkészüljenek a fuvarozók a bevezetésre. Ez lényegesen több. Akkoriban nagyon-nagyon sok hír szólt erről. Manapság nem nagyon cikkeznek róla, nem nagyon szólnak róla. Akkoriban volt néhány cikk, hogy... Ez mindig úgy szokott lenni, hogy amikor igen, akkor, tehát mondjuk augusztusban, meg majd akkor januárban erről elkezdenek hosszasan cikkelni. Igen, igen, akkor igen. Ez dömping. Igen, igen. Csak ami nem ugye, helyes. Hát abból a szempontból nem helyes, hogy azért a beállt piacról beszélünk a használattal rendszeres útdíj fizetés területén, és a készletek, ahogy szétnézünk a piacon, a készletek nem arra vannak berendezkedve, hogy több 10 000 darabot kiszolgáljanak, úgyhogy aki még időbe teheti, ugye annak nem az utolsó, pillanatban igen. Itt minden lehet, ugye, amit itt az elmúlt években hallottunk a chip hiánytól kezdve, a logisztikai problémák, hogy odaérjen az időben az egység, ahova megrendelték. Mert hogy akár egység is kellhet, ugye lehet ezt is választani, mindenről beszélünk, csak egy picit vissza mehetek még 13-hoz? Abszolút. Meg ahhoz is, hogy akkor jól értettem igazottal, azt mondta, hogy Európában több helyen itt már a környék ez a rendszer működik a buszoknál. Abszolút. Jó, tehát azért mondom, nem egyedi ez a magyar megfejtés, vagy megoldás. Oké, akkor menjünk vissza a februári dátumhoz, jó? Ugye a hírhez, hogy február 1-től 9 személyesnél nagyobb autóbuszoknak is használatarányosan kell fizetniük az útdíjat, akár csak a teherforgalomban résztvevőknek. Oké, és volt októberben ehhez képest egy szakmai fórum. Na, ott hagytuk el, hogy ott mit kérdeztek egyébként a kollégák. Mire voltak kíváncsiak? De gyakorlatilag a legfőbb kérdés az, hogy hol kell fizetni, illetve hogyan lehet fizetni. Még megvan, még mindig a 2013-ra nyúlok vissza, megvan az a egész pontosan Békés Csabai előadás, amikor elmondtuk, hogy egyszer beregisztrál valaki, egyszer hozzáadja a fedélzeti eszközt, többé nem kell vele foglalkozni, megy magától, töltse rá a pénzt, vagy utólagosan fizesse az útdíjat, és akkor nem kell vele foglalkozni, és ebből az egyik résztvevő azt értette meg, hogy neki minden reggel ott kell ülni a számítógép előtt, és regisztrálni. És akkor felhívtuk a figyelmet most is ezen az októberi, nem kell vele többször foglalkozni, hogy valaki obut használ, egyszer beregisztrálja, pénz legyen rajta, az működik automatikusan, nem kell vele semmit csinálni, mindent elmond neki az obu, mindent elmond neki a rendszer, nagyon egyszerű, nagyon világos és átlátható.
Én egészen biztos vagyok benne, hogy az autóbuszos társadalom nagy része az teljesen képzett és érti ezt a rendszert, de látom, hogy picit most azért összeráncolt a homlokát, de talán vannak olyanok, akik ebben nem jártasak, vagy nem gondoltak eddig rá, vagy csak ez a 9 személyes kis busz, és nem professzionális használat. De azért menjünk vissza egészen akkor a KH-ig, jó? Mert talán nem véletlenül keverték ott a fórumon is a lehetőséget, mert lehet akár egyszeri útvonalra is útvonal jegyet váltani, tehát lehet ilyen minden nap leülök és csinálok ilyesmit. Ehelyett lesz majd ez a kis szerkezet, ez a kis doboz az óvú, úgyhogy ebből belevágtunk a dologba. De végül is akkor mit kell megfontolni? Két módon lehet jogosultságot váltani az UDI használatra. Nagyon fontos, ellentétben az időalapú matricával, ahol van még utólagosan és egy órán megvenni a matricát, amikor fölmentem az autópályára. És esetleg elhibáztam valamit. És valamit nem jót vettem, nem jó megy a matricát, nem akkor idáltam, stb. Vagy elfelejtettem pusztán, egy órán van. A használattal arányos útdíjban nincs egy óra, egy perc sincs. Úgy szól a végrehajtási rendelet, hogy mielőtt az útra lép, már rendelkezni kell jogosultsággal, és ugye 50 méteren belül már be is kell vallani, hogyha elektronikusan vallja be. Tehát ezt a jogosultságot meg lehet váltani papír alapon, ami a viszonylati egy A és B pont között veszi meg az ember, megtervezi a központi tervező, melyik útvonalon, arra az útvonalon letérni nem lehet. Abban az esetben, ha szeretne letérni, akkor 5 közbenső pontot be tud iktatni, meg tudja úgy is tervezni az útvonalát, hogy letér több helyen. És valahol visszatér. És az megmondja pontosan a viszonylati egy, hogy hol kell visszamenni, merre kell menni, mindent leír. De ha bármi történik, és erről mégis meggondoltam, tehát, hogy itt még leugrok balra valahová, akkor nincs probléma, megáll, megveszi az újabb jegyet, elkezd vele szórakozni, és akkor hát ez működik. Elég pepecselő, de láttam, mondom, megnéztem, próbáltam magam képezni, megnéztem a kis filmeket, tehát ott azért ez egy pepecselős cucc, hogyha igen, az ember igen, naponta csinálja ezt. Ha valaki nagyon ritkán használja AB pont között, ez nagyon ideális.